Most amikor önök eljönnek kamerákkal, akkor elő mindig gyerekek vannak meg asszonyok. De amikor önök elmennek, akkor kiderül, hogy 95% a betörni akaróknak az katonakorban lévő férfi. Úgyhogy nekünk is van szívünk. A gyerekeket is sajnáljuk, az asszonyokat is sajnáljuk. Lutujeme dzieci, lutujeme ženy. Sőt, a férfiak helyzetét is megértjük. A chápeme aj situáciu mužov. De az igazság az, hogy a nőket meg az asszonyokat a média céljára felhasználják. Ale Patrik, pravde to, že ženy a dzieci využívajú práve pre médiá. A nagy tömeg, akit be akar jutni, az katonakorú férfi. Veľká masa, čo chce vniknúť k nám, to sú chlapi vojenského veku. Úgy is néznek ki. Aj tak vyzerajú. Úgy is mozognak. Aj tak sa pohybujú. És ők maguk nem is hagynak kétséget afelől, hogy nagyon bizalmuk. A je to bezosporné, že sú veľmi sebavedomí. Szóval egy invázió. Takže je to invázia. Ezt Európában tilos mondani. To je zakázané hovoriť. De az igazság, hogy ez egy rendes, megszervezett invázió. Ale pravde patrí to, že je to riadne organizovaná invázia. Titkosszolgálatunk folyamatosan nyomon követi az eseményeket. Naša tajná služba práve stále sleduje tieto udalosti. Tudjuk a telefonszámokat, látjuk, hogyan szervezik ezeket. Poznáme telefonné čísla, vieme, ako ich organizujú. NGO-nak nevezett félig embercsempész szervezetek állnak mögöttük. Za nimi stoja organizácie, ktoré sa nazývajú, sami sa nazývajú NGO. Sok pénzzel és nagy logisztikai képességgel. Majú veľa peniazy a veľa logisztické skoposti. A legtöbb konfliktus az nem véletlenül ide tévedt migránsokkal van, hanem szervezett csoportokkal. Viacej konfliktom nie je s tým, kto náhodne príde na hranice, ale veľká väčšina. Nem akarom önök ellen hangolni a szlovák közvéleményt, a sajtó ellen természetesen. Naládiť ako slovenskú verejnú mienku. De amit a nemzetközi sajtó képeiből látnak, az nem fedi a valóságot. Ale to, čo vidíte z medzinárodných médiá, to nie kryje. A valóság 95%-ban szervezett, katonakorban lévő férfiak, katonailag szervezett mozgással. A realita je 95%, sú to muži vo vojenskom veku a sú to vojenskom.